Vissza! Sziasztok! Matilda vagyok, és a mai videóban 20 random könyvet fogok ajánlani. Igazából az ötlet onnan jött, hogy amikor ez a videó ki fog menni, elméletileg, terveim szerint, akkor pont aznap fogom betölteni a 20. életévemet, szóval ez egy ilyen kvázi születésnapi videó, úgymond. Amikor 18 éves lettem, az volt az első évem YouTube-ban, és akkor csináltam egy ilyen 18 év, 18 könyv videót, vagy arról minden évre választottam egy könyvet, ami valami miatt hasonlított ahhoz az évemhez, meghatározott egy adott évet, ilyesmi, azt majd ide szépen belinkelem. És hát úgy gondoltam, hogy ha már ilyen szép kerek szám lesz az idei, hogy 20 éves leszek, vagyok, még csak leszek, de mire ez a videó kimegy, már vagyok. Nem akartam megismételni ugyanazt, mert nyilván ugyanazok a könyvek lennének benne, ezért úgy gondoltam, hogy összeszedek 20 random könyvet, de tényleg, tehát igazából semmi kategorizálás, meg semmi szempont nem volt, mikor én ezeket összeszedtem, hanem úgy gondoltam, hogy én most összeszedem azt a 20 könyvet, vagy hát összeszedek kb. 20 könyvet, amit tudom, hogy szerettem, de tudom, hogy nem nagyon szoktam emlegetni a csatornán, mert valamiért mindig valami mást emlegetek helyettük. És akkor most ezeket fogom bemutatni, és nem nagyon fogok hozzájuk ilyen nagyon sok minden mondani valót fűzni, tekintve, hogy mire 20 könyvet végigmondok, ez egy nagyon hosszú videó lenne. Én pedig ezt nem akarom ezt a videót azért olyan túl hosszúra. Úgyhogy csak így megmutatom, esetleg egy-két szóban összegzem, vagy valami hasonló. És akkor ez lesz ez a szülinapi videó, ha már így elhagyom a 10-es éveimet. Tényleg semmi rendszerezés nincs közöttük, úgyhogy csak ahogy így jöttek sorba, ahogy sorba összeszedtem őket, úgy fogom őket mutatni. Az első egy middle grade könyv, mi az? Ifjúsági, gyermek és ifjúsági, mégpedig A lány, aki holdfényt ivott, azt hiszem ez a magyar címe. Ez egy rettenet aranyos ilyen kis gyerekkönyv, nem konkrétan kisgyerek, hanem ez a gyermek és ifjúsági kategória, ez a 8-12 éves kor. Fantasy, én nagyon szerettem, és nagyon aranyos, és ez a kis sárkány írtó cuki a borítón, de magában a könyvben is. A következő Rick Riordan könyv, de erről a Rick Riordan könyvről nem szoktam sokat beszélni, mert általában valahogy mindig a... általában mindig a Percy Jacksonokról beszélek, viszont Rick Riordan egy másik sorozata, ami egy-két ponton kapcsolódik a Percy Jacksonokhoz, meg azokhoz, de egyébként teljesen külön mitológia világ, mégpedig egyiptomi mitológia világ, ez pedig a Vörös Piramis. Igen, ez a magyar címe. Ezt még csak egyszer olvastam, de nagyon újra kéne olvasni, de egyébként lehet, hogy fogok csinálni valamelyik évben egy ilyen masszív Rick Riordan újraolvasást, és minden könyvet újraolvasok. Még nem tudom. A következő könyv, amiről szintén nem beszéltem így külön sokat, az az Északi Fény vagy Aranyiránytű Philip Pullmantól, ez az Úrsötét Anyagai trilógia első része, és most volt belőle új HBO sorozat, úgyhogy gyanítom, most azért egy kicsit többen neki fognak majd, de nagyon jó könyv, mert nekem ez a kedvenc kötetem a három közül. Nem olvasok sok vöröspöttyös könyvet, de egy, amit kifejezetten szerettem, és amit még régen olvastam azért, de egyébként egy teljesen jó kis kötetről beszélünk, az Obsidian Jennifer L. Armentrout-ról. Könyvmocsa és szexi űrlények. Kellettől többet mondanom erről a könyvről. Egy idei olvasmányom, amit elolvastam, és tetszett, és nem beszéltem az elmúlt hónapokban szinte egyáltalán róla, csak a havi összegzésben, az a Nevermore. Morrigan Crow 4 próbája, illetőleg megvan már a második rész is, és azt is olvastam, a Csudamívest. Ez egy ilyen kis varázslatos kis fantasy világ, és nagyon érdekes, és eddig nagyon tetszik, de még csak két része van megírva, úgyhogy várni kell azért ennek a folytatására. Egy magyar szerző könyve, aminek a folytatása hamarosan, jövőre talán, valamikor meg fog jelenni most már, ez pedig Huszti Gergelytől a Mesteralvók hajnala. Nagyon szép a borítója, és érdekes a történet. Egy másik nagyon régi olvasmány, amit nagyon szerettem, és el is olvastam, és most teljesen nem tudom, hogy mi van, mert most két újabb része jelent meg, és össze vagyok zavarodva, mert eredetileg elvileg trilógia, és nem tudom, hogy mi van, a film nem volt belőle túl jó,
de a könyv nagyon, ez pedig Ransom Rix-től a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei. De tényleg, ha valaki tudja, hogy ez a napok térképe és a Gathering of valami van, egy ötödik rész is már fölvívve, hogy ez micsoda, mert nem értem, hogy ez most a folytatása elvileg, vagy más sztori, vagy nem, össze vagyok zavarodva, úgyhogy valaki magyarázza meg, aki esetleg tudja, létszi. De ez egy nagyon jó sorozat. És volt annyi önuralmam, hogy még nem nyúltam be a nővéremtől. Szintén egy magyar szerzőkönyv, amit tavaly olvastam, vagy tavaly előtt olvastam, igen. Kicsit átverős, mert azt hinné az ember, hogy fantasy, de nem, egy sima történelmi romantikus regényről beszélünk. Nem nagyon van benne igazából fantasy. Ez Fábián Jankától az utolsó boszorkány történetei. Igen, én a boszorkány miatt azt hittem, hogy valami fantasy-szerűség lesz benne. Egy icipici van, nem teljesen, tehát igen, ebből a szempontból én kicsit mást vártam, de egyébként tetszett, és el is olvastam a teljes sorozatot. De az első két kötet az jobb, mint a harmadik. A legelső Jane Austen kötet, amit valaha olvastam, a Klastrom titka. Csak azóta mindig az Emma-ról beszélek, vagy a Büszkeség és Balit életről, ez meg így valahogy mindig kimarad. Úgyhogy most ezért mondom. Egy sírós könyv, szóval, ha esetleg valaki még nem olvasta volna, pár éve volt belőle film is, egyébként teljesen jól feldolgozta a film a könyvet, és még hagyott is ki belőle olyan részeket, ami nekem meg Emma-nak például ilyen fura volt a könyvben, ez Jojo Moyes-tól, amielőtt megismertelek, de ez elzsepikel. Egy elég friss olvasásom, de ami videókat azóta felvettem, egyikben sem beszélek róla, viszont nagyon tetszett a könyv, Shannon McGuire-től a Minden szívkaput nyit. Ez egy ilyen kis picike kötet, könnyen elolvasható, és nagyon érdekel a második része, meg a folytatásai. Ja, csak valahogy nem beszélek erről. Sem. Pedig ez tök friss, és még benne van a fejemben, de nem jut eszembe róla beszélni. Szintén egy frissebb olvasásom, aminek az írójának egy másik sorozatát 0-24-ben folyamatos állandó jelleggel emlegetem, úgyhogy azért, hogy most ne azt mondjam, ezért mondom ezt, meg ez talán kevésbé ismertebb még jelenleg, ez pedig Cressida Cowell-től a Hajdan varázslói, és gyönyörű ez a borító, és be kéne szereznem a további részeket, és a harmadik része azt hiszem most jelent meg magyarul is. Szintén zsepivel olvasandó könyv, amiről van egy darab videóm van, amiben tudom, hogy konkrétan emlegetem ezt a könyvet, mert az írónő másik könyvéről csináltam, Jennifer Niventől a Veled minden hely ragyogó. Ebből idén láttam a filmet, úgyhogy majd az ilyen év elejé filmes könyvadaptációs filmes videóban egy kicsit jobban beszélek róla. Mindig elgondolkodok, hogy újra kéne olvasni, csak a fájdalom. Rainbow Rowell tavaly óta nagyon emlegetem, és mindig csak azokat a könyveket emlegetem tőle, amik konkrétan nekem vannak meg, de van egy, ami Emma-nak van meg, és ezt olvastam az írónőtől először, és nagyon jó könyv, ez pedig az Eleanor és Park. A végére maradtak a sírós könyvek. Na, következő Patrick Ness-től. Igen, Patrick Ness-től a Szólít a szörny. Zsepi, ehhez tényleg kell. Az első barangolás Európában részt a következő könyvről csináltam, ami aztán azt hiszem évi kedvences listába is került, de azóta nem nagyon emlegettem. Ez pedig Fredrik Backman-tól. Backman? Hogy kell mondani, mert ugye svéd szerző. Szóval a nagymamám azt üzeni, bocs, de azt hiszem két címe is van magyarul, és most nem tudom, hogy melyik a frissebb, vagy melyik az ismertebb, én még annó ezen a néven emlegettem, úgyhogy most is így fogom. Frederick Backman-től egyébként, akkor most már Backman lesz, szóval tőle még nagyon sok könyvet el kéne olvasnom, és nagyon népszerű svéd író, kezdve az óvés könyvvel, és a többin át. Kéne őket nagyon olvasni, de még csak ehhez jutottam el, de legalább egyet már olvastam tőle. És ezek voltak azok a könyvek, amiket mutogatni is tudok, és ezenken kívül még a maradék 4 darab, azt csak ide szépen bevágom, mert azok nem tartózkodnak jelenleg a házunkban. Az első ilyen könyv, amiről még nem beszéltem, a havi összegzés, amiben majd beszélni fogok róla. Ezelőtt a videó előtt fog kb. Kimenni szerintem, de ott sem fogok szerintem sokat, meg majd egy másik videóban is szeretnék róla beszélni. Mindegy, ez a Medve és a Csalogány Catherine Arden-től, remélem jól emlékszem az írónő nevére. Ezt egyébként fun fact hangos könyvként hallgattam, úgyhogy majd erről később lesz szó a csatornán.
jó könyv volt, és érdekel a folytatása. Szintén nagyon friss olvasás, és BookTube könyvklub havi könyv is, de egyelőre, ahogy gondolkodok előre, hogy mik lesznek a további videóimban. Nem fogok róla beszélni, ez pedig az Egy kegyetlen dal, V.E. Schwab-tól, ez az első V.E. Schwab könyv, amit eddig olvastam, pedig minden sorozatából föl van az első rész várólistán, úgyhogy tök jó, mert ez a könyv nagyon tetszett, úgyhogy így van kezdem több V.E. Schwab könyvet olvasni. Oké? Okay? Következő, Narnia. Igazából ez megvan itthon, csak nem kockáztattam az életemet azért, hogy a boxetet leszedjem a legfelső polcról, és kiszedjem a boxetből az egyik részt, úgyhogy csak így bevágom. Ez egy klasszikus, és imádtam a filmeket, imádom a könyveket. Mondjuk inkább lehet a filmeket, de hogy jók a könyvek is, én azért szerettem őket, rövidek, gyorsan olvashatóak, és jók is. Az utolsó könyv pedig, ezt egy picivel többet emlegettem már szerintem a csatornán, ez pedig az Eleven testek. És a film után olvastam el egyébként, és azt hiszem talán a film egy fokkal jobban tetszik, de a könyv is érdekes volt, és tetszett, és szerelmes zombik. Hát ez nem lett olyan rövid videó, mint gondoltam, hogy lesz, de azért 20 könyvet végig sorolni, és valamit mondani róluk azért az idő. Szóval ez lenne az a 20 random könyv, amit én most olvasásra ajánlok. Igazából tényleg mindegyik olyan, hogy jók voltak, és olyan 4 csillag körül biztos értékeltem őket, csak aztán mindig volt valami könyv, amiről többet beszéltem ezeknél. Úgyhogy most egy kicsit beszéltem ezekről is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!